Szép jó estét, sziasztok! Ki az, aki várta 2022-t? Kezeket fel. Készültek-e bakancslisták, újévi fogadalmak? Úgy, ahogy ugye? Én baráti társaságban voltam szilveszterkor, és ott volt ilyen, hogy ugye jövőre minden más lesz, ezt mindig megígérjük. Ugye lefogyok, ahogy majd Norbi szereti. Vagy ez a nőm lesz, pasim lesz, mindegy kim lesz, csak púzusa legyen. Ugye? Utóbbi tényleg fontos, mert van egy ilyen örök szingli női ismerős, hogy mindig úgy keres magának faszit, hármas P-szabálynak hívja, legyen egy férfinek pénze, púzusa, pénisze. De eddig bárkit láttunk mellette, nem ebből a három P-ből kerül ki, hanem abból, hogy pocakos, piás, paraszt. Ezt egyszer elmondtam egy rendezvényen, és egy ilyen enyhén ittas nő így, nekem elég lenne csak a pénisz. Kérdezem, hogy a pénz már nem is fontos? Miről az van a férjemnek. Ez van. A hétvégén ilyen nagy bevásárláson vagyok túl. Fura vásárlókkal szoktunk-e összefutni. Ők azok, akik csak két-három dolgot vesznek, lerakják a kasszánál, de nem tudod fejben összerakni, hogy mi lesz abból este. És állok, előttem egy srác, lerak egy üveg viszkit, meg egy adag viszkász macska kaját. Hát gondolom rossz napja volt, haza már így az ajtót berúgva érkezett, buf, hozd a tálat, Cirmi, ma bekúrunk keményen. Meg ott vannak az értetetlen vásárlók, ők vesznek valamit, de minek? Ugye nem ők a célcsoport, csak nem szólunk nekik. Metrón utazok, azt látom, 18 év körüli srác 3 perce próbál kibontani egy befóliázott Rubik kockát. Már mindenki neki drukkol, öcsi, bontsd már ki, mert oda megyek, és mellette ült egy idős néni, hogy megszánta, elkérte tőle, kicsomagolta, csupaszon visszaadta, de hozzátette, hogy fiatalember, lesz itt még kívás a fólia után is. Ugye életcélok az idei évre. Meg láttam ilyet, balkezes férfiaknak szánt alsógatya. Van itt rajtam kívül balkezes? Pasi, ennyi volt a jó hír. Rossz hír, 3-szor annyiért fogják árulni, mint a jobbkezes normál verziót. Hát gondolom kizárólag balfaszoknak, mert hát nekem így nem ér meg annyit, hogy szinkronban legyen a kezem meg a gatyám, de hát ugye kinek mi? Na erről ennyit. És volt egy ilyen hír még tavaly, amikor az oroszok még jó fejek voltak, hogy magyarok embereket akarnak az űrbe küldeni, magyar űrhajóst orosz segítséggel. Ezt hallottátok? 2024-től. Hát nem tudom, gyerekek, tehát mi olyanok vagyunk, leesik itt 5 centi hó, nem? Pestről Budára, Csillagkapuval nem jutsz át, nem? Hogy így... Menjél, visszahozunk, menjél, jó lesz. Elméletek 10 milliárdba fog kerülni 4 embernek a kiképzése, miközben én elmegyek Kőbányára, és 5000-ét találok olyat, aki állítja, volt fent. Meg 40 év után én félek az oroszoktól, mert felmegy a magyar, ott nagyon hamar vodkázás lesz. És az lesz az első magyar mondat az űrben 40 év után, hogy akkor fenékik. Ugye? Még a másik voltak a hír alatt kommentelők. Nem tudom, láttátok-e? És volt, aki azt mondta, hogy ne menjünk fel, mert mi van azok, akik fenn vannak, és UFO-k lejönnek. Azért ez egy durva nap lesz, nem? Így bejön a kis idegennek az űrhajója, megáll így a Láncid fölött Pesten, meglátják a színes fémtolvajok a vasűrhajót így. Nem tudom, hogy jutnak fel, de így atomjaira rabolják a kis csésze aljat. Ezt viszik a mély telepre, hogy mit hoztál? Hát protonágyú. Honnan van? Ne kérdezz, találta. Jelenleg fél borsodik, kikerázva elindul. Ja, Istenem. De szerintem jöhetnek, hogyha békével érkeznek. Mondjuk, jó, lesz azért tüntetés, hogy magyar földre magyar UFO-t. Ugye? Meg hogy jódat akar, hogy lesznek ilyen kis transzparensek. Meg megjön a kis ítike, azt Gáspár Lacit kiküldjük tárgyalni. Ugye, hogy na more, menjél csaja haza magadnak? Jó, hogy jött, mehetsz is. Jaj, vagy a másik, hogy mikor jöhetnek, ugye milyen feltételekkel, mondjuk ha adnak valamit, mondjuk szerintem adják ide az időgépet, az jó. Itt a föld, megmutatjuk, hogy kell jófajta pálinkát csinálni, és akkor az így cserebiznisz. Mondjuk ez nem biztos, hogy nekünk magyaroknak jó, mert mi kevernénk a kettőt, ugye? Kis piázás, kis időgép,
Úgy néz neki egy átlag magyar nap, így reggel felkelünk, elkezdünk inni ájulásig, majd időgéppel visszamegyünk oda, ahol még józanok vagyunk, hogy újra bebaszhassunk. Ez végtelenítve lenne a hétfő, el se jutnánk keddig szerintem. Lennének részeg űrlények, azért az jó. Végre kiderülne, hogy mik azok a kurva gabonakörök, nem? Hogy lehet csak valaki próbált y-ozni ott fent, Millennium Falconnal, csak nem jött össze. Hétvégére odaadták így az űrhajót kis IT-nek, azt most megy a tockos, hogy megpodcastod a csillagrombolót, ülj a gyereket. Én nemesebb célokra használnám az időgépet, én megváltoztattam a francia nyelvet. Valaki beszél franciául? Egy picit. Ilyen kis lekezelő a francia nyelv, ilyen kis pökhendi, nem? Hogy beszélnek, hogy ez a kell, croissant, kora, tavaszon, zsámmi, kiozod, leülök kint a teraszon. Ugye ezek így dumálgatnak egymással. És én visszautaznék időben oda, amikor ember szájából először elhangzott, hogy bonjour, és addig verném, még azt nem mondja helyette, jó napot kívánok. Köszi szépen!